Üdvözlök mindenkit! Engedjétek meg, hogy a legelején üdvözöljem a Magyar Köztársaság kanadai nagykövetét, dr. Vasmárra Szalazárt, kedves vendégeinket, a mai képkiállítás szervezőjét, egy falatnyi erdély, Torda Elit és Bálint Lászlót, a mai ünnepi műsornak rendezőjét, Finta Beát, az Ottawai Magyar Oskola és a Kölcsei Ferenc Cserkész csapat, és a mai vacsora elkészítői Gizi néni Teripát és Verót. Tisztelt! Tisztelt honfitársak! A szabadság az emberi mi voltnak egyik legfontosabb tényezője. Ugyanolyan meghatározó elem, mint a hit és a szeretet. Egy ember élete nem mondható teljesnek vagy boldognak, ha ezek az elemek hiányzanak belőle. Ahhoz, hogy egy ember igaz hite legyen, szabad szellemmel kell rendelkeznie. Ahhoz, hogy egy ember szeressen, ahhoz szabad akarattal és igaz hittel kell szeressen. De ahhoz, hogy szabad legyél, nem elég megszületni, ahhoz egy életen át kell harcolnod, mint egyén, mint nemzet. Az idők folyamán nagyon sok nemzet meghagyta bélyegét az emberiség történetében. Egyesek világ nagyhatalmai lettek, birodalmakat hoztak létre, mások pedig életüket adták érte, eltűntek és feledésbe merültek. Egyesek azért harcoltak, hogy másokat leigázzanak, gazdagságot halmozzanak, egyesek pedig lehajtott fővel megadták magukat. 1956-ban mi magyarok megmutattuk az emberiségnek, hogy nincs olyan nagyhatalom, nincs olyan politikai rendszer alatti elnyomás, ami képes a magyarokból kioltani a szabadság iránti vágyat. 72 óra. 72 órán át igazán volt szabad a magyar nemzet, még mielőtt újból, mint megannyiszor a történelem folyamán az emberek újból életüket áldozták a szabadságunkért. 67 év távlatából és akarva akaratlanul felmerül a kérdés, hogy miért és hogy hogyan tovább. A válasz nagyon egyszerű. Hogy miért? Azért, mert élni csak szabadon érdemes. Hogy hogyan tovább? Ők megmutatták a világnak és nekünk, mit jelent magyarnak és szabadnak lenni. Széchenyi azt mondta, merjünk nagyok lenni. Én azt mondom, merjünk szabadok lenni. A ma esti műsorunkat engedjétek meg, hogy énekeljük el a magyar és a kanadai himnusszal. You.
pedig a magyar ház elnöke Finta Gábor fogja beszélni. Tisztelt ünneplő közönség! Ma nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy rövid bevezetőmben én is megemlékezzek az 1956-os forradalomról. Persze nem kívánom az eseményeket történelem könyvszerű pontossággal és tájdimosulással felsorolni, hiszen ezt már sokan megtették nélkül, illetve előtte. Ha megengedik, inkább azt mondanám el, hogy én és családom életére milyen befolyással volt a forradalom. Nem állíthatom, hogy nagyon különleges volt a mi helyzetünk, és nyilvánvalóan nagyon sokan hasonló gondokkal küzdöztek. 1956. októberében 11 éves ózi gyerekként nyilvánvalóan csak szemlélője, hallgatója voltam az eseményeknek. Házunkban éjjel-nappal szólt a rádió, a magyar áldások mellett hallgattuk a Szabad Európa rádiót is természetesen. Meglepő, hogy milyen sok dolgra emlékszem. Hallgattuk Gerjő Erdőt, Mindszenty Bíboros, Nagy Imrét és még sokan másokat. A budapesti helyzetről folyamatosan értesültünk, de Ózvárosában is fontos tüntetések, erőszakos események, ávósok elleni akciók voltak. A 16 ezer dolgozót számláló kohászati üzemekben megalakultak a munkástanácsok, sztrájkokat szerveztek és a helybéli újság az ózdi vasas lelkes cikket közölt a forradalom győzelmét ünnepel le. Mert igen, egy ideig azt hittük, hogy megkaptuk az oly hőn vágyott szabadságot. November 4-én aztán ráébredtünk a valóságra. A munkástanács elnökét, apám legjobb barátját letartóztatták, és évekig hetente rendszeresen verték, nyilván átnevelés céljából. A lelkes cikk szerzőjét, zongoratanárnőm férjét életfogytiglanra ítélték, a 70-es évek végéig nem is kegyelmeztek meg neki. A bosszú hadjárat évekig tartott. Lányukat még a 70-es években sem volt szabad felvenni a főiskolára, csellószakra. Nem meglepő, hogy sok honfitársunk útilaput költött a talpára, és megindult nyugat felé. Apám is megtette az előkészületeket, német nyelvtudása és szaktudása miatt kézállás várta Ausztriában. Emlékszem, mikor a Demeter nevű ügynök eljött a részletek megbeszélésére, de anyám egészsége és a velünk élő nagyanyám miatt apám meggondolta magát, és maradtunk. Nem így történt ez 200 ezer másik magyar esetében, akik gyakran nagy nehézségek árán jutottak át a vasfüggönyön, és kezdtek új életet nyugaton. Többségünknek komoly indoka volt a disszidálásra, a forradalom résztvevői életüket mentették, és sokan a nyomorúságos életkörülmények, a mentális terror és a szabadság hiánya miatt indultak útnak. Ez az emberveszteség hatalmas érvágás volt Magyarországnak. Bár idővel a terror enyhült, de nem szűnt meg teljesen, csak a módszerek finomodtak, és már nem hurcolták el az embereket élek idején. De szabad véleménynyilvánításról még sokáig nem lehetett szó. Ha a 70-es években jobb állásra vágyott valaki, meg kellett alkudnia. Pártagság, marxista egyetem minimális követelmény volt, legalábbis ahhoz, hogy az ember megtartsa azt, amit szakmailag elért. A rendszerváltásig még sokan, nem akarván megfelelni a kötöttségeknek, inkább a csúnya szóval élve a disszidálást választotta, mint az történt a mi esetünkben is. Még ebben az időben talán megérthető volt az ilyen döntés, bár ma is vannak kétségek bennem. Öt állampolgártól fosztottuk meg hazánkat, és nagyon sokan hasonlóképpen cselekedtek. És akkor még nem is beszéltünk az otthoni, a trianoni döntés által elszakított magyarok elvándorlásáról és asszimilációjáról, ami pedig még hangsúlyosabbá tette a nemzetünk fogyását. A rendszerváltás utáni időben aztán pedig már mindenki mehetett, amerre akart és tudott. Sőt, a kormány, még volt olyan kormány is, amelyik még biztatta is az elégedetlenkedett.
nagyon sokat veszített, és még ma is veszít az ország a kivándorlás miatt. Pedig ma már nyugaton se minden felékig tejfel, és azzal a bizonyos szólásszabadsággal is van némi probléma. Ott tavaly magyar házunkat 56-os menekültek hozták létre és üzemeltették, fejlesztették hosszú ideig. Sajnos ma már kevesen vannak közülük életben, így egy újabb generációváltás, vállán nyugszik a feladat, hogy segítsen ébren tartani a magyar szellemet, nyelvet és kultúrát. Ez a mi feladatunk ma, ennek érdekében dolgozunk és igyekszünk összetartani az egyre forduló magyar közösséget. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és jelenlétüket. És most fogadják szívesen dr. Vas Szalmazár Mária nagykövet beszélét. Tisztelt elnök úr, tisztelt vezetőségi tagok, tisztelt hölgyeim és uraim, nehéz megszólalni, egy kicsit meg is érintett elnök úr beszéde, de hadd kezdjem azzal, hogy mekkora megtiszteltetés a számomra, hogy részt vehetek az ottavai Magyar Ház megemlékezésén az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján. Nemzeti ünnepeink sorában az 56-os forradalom évfordulójának különleges helye és jelentősége van. Nem csak azért, mert az évezredes magyar történelem során, sorsfordító pillanataink sorában az 1956-os forradalom áll időben a legközelebb a mai generációhoz, és velünk élő emléke, családtagjaink közvetlen tapasztalata, szívbe markoló, egyben húsvér élményé teszi azokat a hősies, eufórikus, majd vérbe folytott napokat. Hanem azért is különleges ünnep, mert 1956 világtörténelmi léptékkel mérve is mérföldkőnek számít. 1956-ban a magyarok hősies küzdelme megroppantotta a közép- és kelet-európai kommunista diktatúra építményét, és bár évtizedeket kellett várni arra, hogy végül összeomoljon, 1956 nélkül nem lehetett volna 1989. 1956 nélkül nem indult volna meg az a folyamat, amely Magyarországon, majd a többi közép-kelet-európai, szovjet elnyomás alatt élő országban elvezetett a szabadság és függetlenség kivívásához. 1956 adta meg egy gyászba borult nemzetnek azt a hitet, hogy meg tudjuk váltani a sorsunkat. 1956 hőseinek köszönhetjük, hogy képesekké váltunk saját erőnkből megdönteni az évtizedekig öröknek vélt elnyomást. Tisztelt hölgyeim és uraim! 1956. október 23-án a magyar nemzet megmutatta a világnak, hogy a szabadságot és az igazságot nem lehet végérvényesen elnyomni. 67 évvel ezelőtt a magyar nemzet ismét, mint 1100 éves történelmünk során oly gyakran, tanúbizonyságot tett arról, hogy mi a valódi bátorság és hazaszeretet. Fontosnak tartom minden évben felidézni a történteket, mert kötelességemnek érzem ezáltal is tisztelettel adózni az 56-os forradalmárok és az őket segítő magyar emberek emléke és hőstette előtt. 1956-ban a kommunista diktatúra a legsötétebb időszakában a forradalmi események budapesti békés tüntetéssel kezdődtek, amelyhez hamarosan ezrek és tízezrek csatlakoztak országszerte. A magyar emberek elementáris erővel feltörő szabadságvágya és bátorsága megmozgatta az egész országot, és a rezsim válaszcsapásai, sortüzei ellenére néhány napig úgy tűnt, hogy megtörténhet a csoda, a forradalom győzni tud. November 4-én azonban a világ szeme láttára a Magyarországra beáramló szovjet túlerő brutálisan vérbe folytotta a magyarok szabadság küzdelmét. Magyarország, a magyar forradalom, a szovjet diktatúra aluli felszabadulási küzdelem nem kapott segítséget sehonnan.
A bátorító szavakon, majd a részvét nyilvánításokon túl semmilyen segítség nem érkezett a magyar szabadságharc támogatására. Félelem, világpolitikai realitások, kalkuláció, bármi is állt a háttérben, a tény az tény marad. A harcok során közel 3000 ember vesztette életét, 20000 ember megsebesült, 25000 ember börtönbe zártak, és mintegy 350 embert kivégeztek. Köztük a forradalom mellé állt miniszterelnököt, védelmi minisztert, közéleti embereket, pesti srácokat és lányokat. A börtönbe zártak és családtagjaik boldogulását hosszú évekre ellehetetlenítették. A diktatúra megtorlása és az üldöztetés elől 200000 honfitársunk menekült el Magyarországról. Közülük 38000-en Kanadában telepedtek le. Tisztelt honfitársaim! 67 évvel a forradalom után és 34 évvel a rendszerváltást követően felemelő érzés Magyarország nagyköveteként a kanadai magyar közösséggel együtt emlékezni meg 1956 hőseiről. Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy az elmúlt években találkozhattam is Kanadában élő 56-os honfitársainkkal, és hálás szívvel fejet hajtok bátorságuk és hősiességük előtt. Köszönöm a magyar közösségnek, hogy évről évre méltó emléket állít a tragikus, de egyben dicsőséges nemzeti ünnepünknek, és részévé teszi értékteremtő, közösségépítő tevékenységének távol az anyaországtól. A mai megemlékezés, mint ahogy a magyar közösségek megemlékezései szerte Kanadában, méltán tükrözik vissza a magyarság egységének, összefogásának, szellemi, kulturális és lelki közösségének értékét és erejét, amely erő és összetartozás a történelem legsúlyosabb nehézségein is átsegít bennünket. Örök hálával és köszönettel tartozunk minden honfitársunknak, akik az 1956-os forradalomban vállalt hősies tetteikkel a magyar nemzet megbecsülését erősítették. A mi feladatunk ennek az örökségnek a megőrzése és továbbadása a következő generációk számára. Dicsőség a bátraknak, dicsőség az elesetteknek. Gloria victis. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A következő műsor darabunk, azt Heiser Sándor, az idei KCP-s ösztöndíjas és az Otovai Poskola és Cserkészet tagjai mutatják be önöknek. Thank you.
Dutka Ákos, ember és magyar, elmondja Frey Robert. Dutka Ákos, ember és magyar. Ali kérdezte sorsa éjjelé. Lehet-e az ember és magyar? Feleltek, ti bátor szent fiúk. Lássuk, a világ most velünk mit akar? Vagyunk egy szálig elszánt emberek, kiket tiporni tovább nem lehet. Ha kell, még én is veletek halok, ha engedtek, ti szent fiatalok. A csillagokba írt a szentelt nevetek. Köszönöm néktek, drága szent fiúk, hogy visszaadtátok a csüggedő hitet, s a barikádok hunyó szent sugainál. Adinak kiáltsuk szavalom ma már, mit az ég falára vérrel írtatok. Emberek vagyunk, újra magyarok. Most pedig fogadják szeretettel a zongoránál Bartók Béla népfeldolgozás Prigli Lejka előadásában. És Gyula egy mondat a zsarnokságról. Elmondja Köntés Béla. Helyesebben felolvassam, mert 46 szakasz fért el ebbe az egyetlen mondatba, amit És Gyula 1950-ben írt a szocializmus legsötétebb időszakában. Nem éreztem a végét, 46 szakasz után sem. Alig tudott keretet szabni indulatának. Azt se tudom, mikor vett elő a fiókjából, mert hogy az 50-es években ezt nem lobogtatta, erre mérget vehetünk. Viszont meg kellett írja. Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a piskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őr szavában,
hol zsarnokságban. Nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzéjében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, ott zsarnokságban, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon, félig nyílt ajtón, ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan, pszt, jelző ujjban, ott zsarnokságban. Nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban. A csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimered szembogárban, ott zsarnokságban, nem csak a tarpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokságban, ott zsarnokságban, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, épp oly hazug harsányon zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az ében halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megálltok a bolyban. Hol zsarnokságban, ott van jelenvalóan mindenekben, ahogy rég Istened sem. Ott zsarnokságban, az óvodákban, az apai tanásban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöveges dróton, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyunk van, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, ahogy egyszer csak szerelmet arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett, vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, az van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablacs, bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő, a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, fönn a tejút is már más, határsáfol, fénypásztáz, aknamező, a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól, lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Húnyod, nyitod a pillád, mint mindaz tekint rád, mint a betegség, veled megy, mint az emlék. Vonatkereke, hallod, rab vagy, rab, erre kattog. Hegyen és tenger mellett be, ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szív hökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor zuhogásában, az égig érő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben. Az néz rád, kutyát, szemén át, s mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted, kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő lesz, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár, dohányod szamatában, ruháid anyagába beívódik,
Elvődik, velődik, esmélnél, de esme csak övé jut esetbe. Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol. Erdőtűz, gyufaszábor, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már. Gyárban, mezőn, a háznál nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitár. Bilincseit a szolga maga így gyártja s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van mindenki szem a láncban, belőled bűzlik árad, magad is zsarnokság vagy. Vakonként napsütésben így járunk vaksötétben, s feszengünk kamrában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiába. A dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál. Ő mondja meg, ki voltál, sporod is neki szolgál. Köszönjük Gödés Gyulának ezt a szeretetet, szeretet. Látszik, hogy a divárosan boldogul. Most pedig fogadják szeretettel Frey Tündét, ő eladja Chopin Études etüdét, opusz 10-est. Thank you.
Most pedig két kórusmű Finta Gábor megzenésítésében. Tollas Tibor Testamentum és ismeretlen költő Mesgyekő. Az Otavai Magyar Kórus Finta Bea vezényletével és Palencsár Edit zongora kíséretében. 2013-ban, október 23-án a torontói Szent Erzsébet templomban ünnepség alkalmával Áder János jelenlétében. Az angol fordítás Köntés Béla munkája. 1956 emlékére írott művek hiányában Finta Gábor több kórusművet is írt Tollas Tibor, Köntés Béla és mások verseire. Thank you.
Szavalások, zongora előadások és a táncosok fellépésére, de mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy ma este úgy döntöttek, hogy együtt fogjuk megünnepelni a magyarok egyik legfontosabb eseményét, az 1956-os forradalmat. Köszönöm mindenkinek, hogy a fáradtságát vették és együtt ünnepelhettük.